Hallo. Kedves barátaim, valami probléma van az internettel. Tudom, hogy én nem látok senkit, nem hallok senkit. Remélem, hogy ti hallotok engem. Ez nem túl érdekes. Jó. Akkor ti itt vagytok. Jó, érdekes, mert a telefonomon nem látok semmit, de ez azt jelenti, hogy ti itt vagytok, ugye? Jó, akkor a gépen azt látom, hogy itt vagytok. Ha jól látom. Jó. Jó, akkor jó estét kívánok mindenkinek, és az állítólag élőbe megy, akkor örülök neki. És arra gondoltam, drága egybegyűltek, köszönöm szépen a türelmet, és elnézést itt a technikai málőrökért, hogy egy kicsit tanulnánk akkor a Shabbos Bereshisről, az új évnek az első hivatalos szombatjáról, ugye azért mondjuk, hogy az új év, mert a tóraolvasás szerint valóban ez lesz az új év, és az első heti szakasz, a Bereshit heti szakasz. És egy kicsit beszélnénk a Bereshit szombatjának a szokásairól, illetve azokról, arról a szokásról, ahogy szokták ugye a haszid mesterek, ahogy ezt mondották annak idején, hogy ezekben a napokban, amikor az ember a szürke hétköznapok felé közeledik, akkor Tisré havának, az ünnepi ciklusoknak, ünnepi ciklusnak, az ünnepi hónapnak a bőröngyeit magával kell, hogy vigye, itt széklefa rekete havilot, ki kell bontani a csomagokat, ilyenkor, amikor véget érnek az ünnepek, és ez a sok isteni dicsfényt, ami ránk szállt az ünnepi időszakban, azt abból kell, hogy azzal kell, hogy úgymond újra együtt éljünk, és azt magunk kell, hogy vigyük, magunk kell, hogy cipeljük, és abból kell, hogy profitáljunk. Nem tudom, hogy lehet-e látni, érdekes helyzet, ilyen még nem volt. És arra gondoltam, hogy ha valaki tud, akkor írjon kommentálni, hogy igen, látunk, hallunk, és akkor az úgy jó. A lényeg az, hogy ilyenkor, ugye szeretnék egy pár érdekes szokásról beszélni először is. Kérlek tiszteleted, hogyha lehet, akkor írjatok be, hogy lehet látni, mert csak ha valaki tud társsegítséget nyújtani a telefonon, nem látok semmit, csak magamat leginkább, meg a könyveimet. Viszont azt látom, hogy 23 ember itt van. A telefonom nem látok, csak a gépen. De akkor én mondom tovább, és akkor maximum kérdezzetek. Írásban persze. Valaki múltkor kérdezte tőlem, hogy mit csinálunk a szchachal. Hiszem, mikor kérdezte, jól emlékszem, hogy mit csinálunk a szchachal. És ugye az azért érdekes dolog, mert ugye a sátornak a teteje, ugye most, hogy vége van már a Simchat Torah, és minél szeretek, leginkább a szukatnak, Askenáziában, ugye a diaszporában még a Sminél Szeret napján is a sátorban csörögtünk, igaz, már áldást nem mondhatunk. Ilyenkor ez a sok szchach ugye lekerül a sátor tetőre. Ugye, mi van akkor, hogy először is haladjunk szépen lassan. Mi van akkor, hogy az embernek a hely szűkén van, ahogy az Wagner Tamás barátom szokta mondani, ugye valakinek nincs elég hely otthon, vagy a kertben felállított nagy sátorba, tényleg ott beférnek az emberek, de azon túl még egy helyet, főleg így a pandémia idén egy nyitott helyen egy helyet nem tudna felállítani, vagy nem tudna kialakítani a hely szűke miatt, akkor lehet ott ebéd, lehetett ott Simchat Torah-kor lenni. És a halakha, ezt a kérdést ezt már hozza több száz évvel ezelőttről, lehet, hogy még annál is régebbről, és a Shulchan Aruch már foglalkozik ezzel a témával, és megadja a választ. Azt kell csinálni, hogy a sátor tetőt, a szchachot passzullá érvénytelené kell tenni, és mi, hogy az a sátornak a lényegi része, jó, persze az oldalak is érvénytelené tehetik egy bizonyos esetekben. Megjött most már látom a telefonom is, nagyon jó, szuper. Szuper. Szóval, mivel ugye a sátor tető és az oldalak is érvénytelené tehetik el ugye a sátrat, a mi szokásunk az, a lényeg az, hogy ilyenkor az ember, ha tegye,
akkor tegye, a teheti, akkor tegye érvénytelenni a sátrat. Ami azt jelenti, hogy valahogy lipciklif szól, hogy valahogy passzullá kell tenni, érvénytelenné kell tenni a sátrat. És erre a bölcsök azt mondják, ennek vannak különböző módjai, de a leginkább elfogadott mód az az, hogyha valaki fogja, és egy terítőt, vagy egy műanyag dobozt, vagy akár egy széket rátesz a tetejére a sátornak. A terítőt az azért, mert abban van egy bizonyos nagyság, ami, hogyha a sátor közepén van egy ilyen érvénytelen terület, a sátor tetején, a szchachon, van egy ilyen érvénytelen terület, egy ilyen passzul rész, akkor az már az egész sátrat passzul érvénytelené teheti. Vagy valaki széket szokott rátenni, mint egy jelzésről aznak, hogy tényleg már véget ért a sátorban való ücsörgésnek a micvája, az előírása. Mi csak azért ülünk ott, nem azért, mert hogy Bál Toiszif, hogy a micvához hozzáadjunk és saját kényünkre, kedvünkre, még plusz egy napot ott eltöltsünk, mert a Tórában van egy ilyen nagy kérdés, hogy valóban az Bál Toiszifnak a micvához való hozzáadásnak számít-e. Nem azt mondom, Jesivában tanultam a Jesiva tanárom egy egész órát erről a témáról beszélt, ez pontosan melyik rabbi szerint milyen vélemények vannak és ki mit mond ebben a témában. És azért, hogy ugye nehogy úgy tűnjék a kívülállóknak, hogy tényleg mi hozzá akarunk adni egy plusz napot, és még egy plusz napot akarunk a bölcsénk rendelet ellenére a sátorban eltölteni, azért ezt mondom, vagy a sátor tetejét érvénytelené tesszük, vagy pedig egy széket teszünk rá, van ilyen szokás, hogy azzal mutassuk, hogy valóban mi már nem a sátor kedvéért ülünk oda. Most nem ennénk az összes halakhába, hogy pontosan hogy lehet ezt még más módokon megcsinálni. Tehát az, hogy akkor a sátorból kijövünk. És minél szeret, délutánján elbúcsúztunk a sátortól, most beszéletek múlt időben legalábbis majdnem egy évig, és utána valóban Szimchat Tórah akkor már nem ülni, illetve nem micva ott ülni, sőt, hogy több lehet halakhús kérdés is ebből. Ezt azért is mondom, mert idén ellátogatott hozzánk valaki, aki tényleg azt gondolta, hogy mi a lubavicsiak, még mindig a sátorban ülünk, nem vette észre, vagy nem vette észre a sátor tetején lévő is ismertetőjelet, és ezért ez nagyon fontos tudatni az emberekkel, hogy valóban ez így van, és nem a micva kedvére, nem a micva miatt ülünk még már ott, vagy még ott. Aztán mi történik a szchachal? Ugye múltkor ezt megválaszoltam, aztán azóta olvastam egy érdekes szokásról. Ugye van ilyenkor rengeteg szkák, rengeteg zöld növény, vagy nád, vagy bambusz maradhat, vagy akármi más olyan anyag, ami a sátortetőnek kóser volt. És ugye ez nem egy ilyen egybekötött gyékény, amit jövőre is fel lehet használni, vagy szkák lenecach, amit Izraelben és Amerikában a nagyobb közösségben nagyon előszeretette használnak, ami sok hosszú éven át felhasználható szkák, sátortető, amit évről évre el lehet tenni. Hogyha nem ilyen szhákról van szó, hanem például, mint nálunk itt Buda várán, egy zöld sátortető volt, akkor ezeket a lombokat, ezekkel valamit kell csinálni. De van egy kis probléma. Illetve egy kérdés. A kérdés az, hogy mit lehet vele csinálni, illetve hogy mit nem lehet vele csinálni. Miért? Azért, mert onnantól kezdve, hogy mit kadesh a hág, hogy a beköszönt az ünnep, és ránk szenteledik a sátrak ünnepe, akkor innentől kezdve a szchach az szenté lesz, megszentesül, hogy ezt jól mondom. És innentől kezdve, hogy szent dologra lehet használva, utána nem lehet csak úgy kihajtani a kukába, mert az bizonyan a micvának a megszégyenítése volna, és ez egy tilos dolog, ez egy tiltott dolog. Innentől kezdve a legjobb megoldás az, hogy az ember valami olyan szint, egy olyan dologra használja fel, ami micva, mit csinálnak a szchachal, vagy vannak olyanok, akik elégetik, vannak olyanok, akik elássák, vagy kidobják a knizába, a szent szemétbe. Jó estét, Beáta! Vannak olyanok, megint mások pedig azt csinálják, hogy fogják, és tudjátok azt, hogy Pészák nap, Pészákot megelőző reggelen, erre Pészák reggelén, idén érdekes módon ez különleges ünnep lesz, mert idén erre Pészák szombátra fog esni, tehát nem szombaton, hanem már péntek reggel fogjuk elégetni a hamecot. Tehát a hamec elégetéshez, ahhoz, hogy tüzet gyújtsunk, és abba forraljuk, és abba égessük meg a hamecot, vagy az, arra, hogy egy kicsit később, kora reggel, vagy az megelőző nap délutánján ki tudjuk kóserolni az edényeinket a forró vízben, amit Pészákra szeretnénk használni, ahhoz kell tűz, ugye a kóserolásnak a legjobb formája, attól függ, hogy mit tréfliztünk el, vagy mit akarunk kikóserolni, az vagy a tűzzel való kiégetés,
Vagy pedig a forró vízben való kifőzés. Lehet a hő, azaz az áram által melegített vizet is használni, de egy-két rabbi ezzel nem ért egyet, és azt mondják, hogy ez nem a legjobb. Tehát ezért van, akik azt mondják, nem sokan, de egy páran azt mondják, hogy a kumkummal, az elektromos vízforralóval való kóserolás az nem a legjobb a módja a kóserolásnak. De hogyha ki akarjuk kóserolni az edényeinket, ki akarjuk főzni belőlük a tréflit, legalábbis Pészákra, ugye minden tréfli esznék, hogyha kóserolt akkor is, mert nem kóser Pészákra, azt ki akarjuk kóserolni, akkor egy forró vízbe kell, hogy tegyük. Most ehhez a tüzet mivel gyújtjuk be? Ha használunk egy papírt, és annaki azt mondja, hogy vigyük oda az összes szkáhot. Tehát idén a zöld tetőt, hogyha valaki kérdezi, és azt, hogy az előbb mondtuk, Nikol kérdezte, össze lehet szedni az összes zöld tetőt, el lehet vinni, akinek van rá energiája, aki el tudja raktározni még egy fél éven keresztül körülbelül a zöld tetőt, és oda lehet vinni a kóstoláshoz, és azzal be lehet gyújtani, azt rá lehet dobni a tűzről, hogy a tűz még jobban égen. Érdekes dolog, hogy Pészák reggelén az ember ilyen hasonló dolgokkal szokott menni itt Budapesten a Mikve udvarára. Ugye nálunk vannak a hanukai kanócok. Nálunk az sem lehet kidobni, csak úgy. Az ember beteszi két zacskóba, és úgy dobja ki, az talán, de... Tehát, hogyha el akar égetni, nálunk van a hanukai kanócok, nálunk van a luláv, amit szintén szokás elég lenni, nálunk van egy vekni, az túl sok lehet, egy szakajtónyi kenyér, még annál is különösebb elég egy kis darab, nem kell két kiló kenyeret elégetni a micva megtartásához. És így felszerelkezés, így megyünk el a mikvébe, és így, vagy a mikve udvarára, legalábbis itt Budapesten, és így égetjük el ezeket a dolgokat. Mi történik az etroggal? Ugye az etrog, ugye a lulávot azt szintén elégetjük a többi növénnyel együtt. Az etrogot abból lehet üdítőt csinálni, lehet belőle pálinkát csinálni, nem pálinkát, likört csinálni. És vannak, akik megeszik, és hogy vannak, akik ugye pontosan, hogy Ákos is írja, állapotos hölgyek előszeretettel szokták fogyasztani. Ez is igaz, elő is olvastam. Szóval sok minden dolgot lehet csinálni. Egy dolgot nem lehet vele csinálni, fogni és kieldobni, és kihajtani a kukába. Érdekes dolog, hogy a Talmudban van egy nagyon szép történet, egy nagyon érdekes történet, nem túl szép, de annál érdekesebb, hogy amikor voltak azt hiszem a cedekeusok, voltak a karaita, volt több csoport is a zsidóságban, akik nem hittek a szóbeli tanban, és próbáltak ők is a Hosannákkor, azaz a a félünnepet, szukott félünnep, illetve szukott ünnepén a szentélyben közel férkőzni az oltárhoz, és ahelyett, hogy vizet öntöttek volna oda az oltára, hogy a szokás volt, a lábokra öntötték. És olyan megható történt a Gemárában, hogy ezt volt egyszer valaki észrevette, és a kohénok és a fiatal kohaniták fogták, és az etrogaikkal dobálták meg azokat, akik látták, hogy nem úgy teljesítenek, és nem úgy viselkednek, hogy a Tóra azt előre. Egy érdekes dolog. Minden esetre ezeket tudjuk csinálni a megmaradt növényekkel. És mindenkinek Károly, jó eset, Pataki Tamás, illusztris vendégek a mestére. Szóval mindig van mit csinálni, és ugye erre szokták mondani, hogy egy micvát összekötünk egy másik micvával. Ugyanúgy, hogy szombati napon, péntek este visszatöltünk egy kicsit a kidus pohárból az üvegbe, vagy a kancsóba, és másnap ugyanazzal a borral, vagy ugyanazzal a pohár borral, annak a maradékával csinálunk kidust. Egy micvát összekötünk egy másikkal. Vagy például a macest, amit használunk Éruv Tav Silénre, azt használjuk Éruv Hacérotra is, ugye az udvarokat összekötő Éruv Sorompóra. Szóval sokszor van az, hogy visszaköszönne az a dolog, hogy egy micvát, egy profán dolgot, nem csak egy micvára lehet felhasználni, hanem akár többre is. A kérdés az, hogy ilyenkor a nagy ünnepek után az embernek hogyan kell, hogy tovább menjen az életbe. Erről fogunk most egy kicsit tanulni. Ugye először is itt van mindjárt sábezberés is. Egy általános hét, és egy nappal bizonyára minimum egy nappal kevesebbet dolgozunk, kevesebbet foglalkozunk a profán élet, a profán világ dolgaival, és leginkább az ember ilyenkor azon gondolkodik, hogy hogyan tudná magával vinni azokat az értékeket, azokat a különleges szösszeneteit, az a mögöttünk hagyott három hétnek, amely ránk oly mély és komoly benyomást tett, legyen az valakinek a Rosh Hashanah kostürt megszólaltatása, kinek a Yom Kippuri Neila, kinek a szukoti örömünnepek, kinek a vízüntés ünnepén való megemlékezés, kinek a Simchat Tóra, kinek a tánc, kinek az, hogy nem marad hangja Simchat Tóra után. Szóval mindenkinek van egy különleges epizód, amit az ember az életében magával szeretne vinni. És ez a feladatunk. A feladatunk az az,
hogy tényleg lefareket a havilot, hogy azokat a csomagokat, amiket magunkkal hoztunk Tisri havából, azokat a bőröndöket vigyük magunkkal a szürke hónapba is. Miért mondjuk a szürke hónap? Azért mondjuk, vagy a kevésbé szürke hétköznapokban is. Mert egy olyan hónap fog ránk köszönteni a jövő héten, amely hónapot tényleg úgy hívják, hogy már Hesván. Hesván hónapja, a szürke Hesván hava. Miért mondják így? Csak azért mondják így, mert ebben a hónapban, mint egy kicsit kipihenvén a Tisré fáradalmait és az első hónap fáradalmait, nincs semmiféle különleges ünnep, a Roskodes ünnepét, illetve napját kivéve. És azt mondják bölcsénk, hogy ez tényleg egy nehéz dolog. Akkor az ember tényleg egy akcióteljes, egy ilyen élménydús hónapot hagy maga mögött, akkor tényleg, mintha várna arra, hogy még legyen még sok hasonló szituáció az életében, sok ilyen különleges jeles nap az életében. Lehet, hogy észreveszi azt, hogy a zsidó naptár, mert az életünk úgy lett kialakítva, hogy nem lehet az egész életet átünnepelni, és tényleg van úgy, hogy tényleg a szürke hétköznapnak a mélységeibe, a legmélyebb bugyraiba kell, az alantos szintjén kell, hogy lemélyedjünk, és tényleg az ember azt veszi magát észre, hogy nem is a szentség, hanem tényleg a világ különböző dolgaival foglalkozik. Ami nem rossz dolog, de kötelességünk magunkkal vinni ezeket a csomagokat. És van nagyon szép történet, úgy szokták ezt illusztrálni, úgy szokták mondani ezt, hogy Jánkiev halakla dárköly. Jákov elindult az útjára. A derech, azt mondják, a derech az út, az azt jelenti, hogy dafke az olám, a világnak, ami amúgy a maga a hellem, amúgy azt abban a szóban is fakad, hogy elrejtés szavának, annak a szónak a töve. Ebből a szóból fakad az, hogy ebből a mondásból fakad az, hogy az ember ilyenkor elindul a szürke hétköznapok útján, és mivel nincs ünnep, és csak a szombatok vannak, illetve a rossz hojdes, hát az embernek ugye tudnia kell, hogy egy kis hájuszt, egy kis életet magával kell, hogy cipeljen. És ez az, amit magával cipel, ezt úgy mondják, hogy Jákob elment az útjára. Mikor szokták ezt a Jákob elmenni az útjára mondást kihirdetni a zsinagóga rabbiai, vagy a zsinagóga felelősei? Erre van több szint. És a bölcsénk azt mondják, hogy haszid mesterek úgy tanítanak minket, arra tanítanak minket, hogy ezek nem ellentmondásai egymásnak, ez nem egy disputa, ez nem az, hogy bölcsök azon vitatkoznak, hogy tényleg valóban Jánkov mikor indul ez az útjára, azaz mikor lesz a legszürkébb egy év, hanem azt, hogy vannak ebben különböző szintek, hogy a lélek, hogy az olyan magasztos szintre emelkedett lélek szépen lassan hogyan ereszkedik le azon a lajtorján, és hogyan lesz egyre inkább egyé a szürke hétköznapokkal. Ugye nézzük meg! Először is mikor lehetnek hirdetni azt, hogy Jákob elment az útjára? Látszólagosan Jom Kippur után. Ugye Rosh Hashanah meg Jom Kippur az egyben ragadt. Az, ami egyben őt, az egyben. Ugye Rosh Hashanahkor imádkozunk, tényleg megfogjuk a sofárt, Jom Kippurkor tényleg azért imádkozunk, hogy Hatimát tovább, hogy legyen egy végleg egy jó bepecsételésünk. És amikor ennek vége, akkor az ember, mintha lezárt volna egy részt az életében, és tényleg egy nagyon komoly időintervallum ér véget az életében, hiszen két talán leghúzósabb ünnepen van túl, hiába még egyszer mondom, már sokszor mondtam, nem mérlegelünk és nem méréskedjük az ünnepeink nagyságát, mindegyik különleges a maga nemében, de tényleg a Rosh Hashanah Jom Kippur az, mint hogyha egy bizonyos korszakot zárna, egy bizonyos periódus zárna az ember életében. És az azért van itt, mert tényleg akkor irattatunk be, és akkor pecsételtetünk be a jó élet könyvében nem illetőleg. Előbb csak azt mondják, hogy akkor tényleg már lehetne mondani, hogy Jákob elindult az útjára. De még mindig miért? Mert utána jön, Jom Kippur után van négy olyan nap, ugye a Rosh Hashanah és Jom Kippur felelő körbevevő napok, azok mind Eszter Szimé Csúva, megbánás tűz, tíz napja, amelyek nem mondhatóak éppen hétköznapnak. Hogyha valaki visszanézi, vagy emlékszik a másfél hónap ezelőtti tanulásunkra, akkor ott vissza lehet nézni, vissza lehet emlékezni, hogy magyaráztam hosszasan, hogy Elul hava, hogy látszólagosan a 10 bűnbánó nap, belétve Rosh Hashanah és Jom Kippurt, ez látszólagosan egy különleges ünnepi korszaknak kellett, hogy legyen. De mégis azt látjuk, hogy ez a Rosh Hashanah és Jom Kippur közötti napok, azok nem feltétlenül ünnepek. De a Kabbala azt mondja, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon misztikus idő ez, mert a megtérésnek talán a legjobb ideje, azon túl, hogy a megtérésnek minden percben és minden másodpercben ideje van, azon túl a legjobb és a legideálisabb idő, az a megtérés 10 napja, illetve Elul. De ez a megtérés 10 napja. Ez a Rosh Hashanah, Jom Kippur, és ez az körülvevő, és az ők közöttük beékelődött napok. Tehát ezek minden esetre a csúvával telnek ezek a napok. Aztán, de kicsit az ember, amikor Jom Kippurnak vége van, és elhangzott a Neila, megfogjuk a sófárt, akkor tényleg úgy gondoljuk, hogy
egy picit most elengedjük ezt a dolgot, hisz jön négy, látszólagosan hétköznap, de nem igaz, mert nem hétköznap jön, mert az ember azzal van elfoglalva, hogy a szukotot felép, a sátrát felépíti, hogy kiválasztja az etrogot, a lulávot, és mindegy, ezek tényleg egy a profántól sokkal de magasztosabb napokká lettek, egészen odáig, hogy a kabala szerint ezeknek a napoknak mindegyiknek külön-külön neve van, mert sém az Isten nevében, egész odáig, hogy tényleg az ember ilyenkor már az ünnepi előkészületekkel van elfoglalva, és ezért nem nagyon van ideje profán mi voltát keresni ezen napoknak. Hanem ugye leginkább azzal van elfoglalva, hogy ezek ilyen különleges napok. Az érdekesség abban az, hogy bölcsik mégiscsak azt mondják, hogy hát ott már kezdődik egy caspirut, hogy elkezdődik egy kis különválasz a zsidó népben. Miért? Mert van négy nap, amikor nem egymással foglalkozunk. Van négy nap, amikor rossosan is a Jom Kipur, meg a csuva, a megtérés nem köt össze minket. És az látok, hogy a négy profán nap. De mégiscsak azt mondjuk, hogy nem, mert jön Szukot, és Szukot még mindig a boldogság ünnepe, és Szimchattól és mindegyszer ez az a tetőzés a boldogságnak. És tényleg Szimchattóra estéje, tappaljon, akkor együtt táncolunk, az egyik legboldogabb, hanem a legboldogabb napja az évnek. És ha az így van, akkor mondjuk inkább azt, hogy Jákob elindul az útjára, amikor a Szimchat Tórának vége van. És való igaz, a legtöbb helyen, és nagyon sok helyen azt szokták mondani, és akkor is szokták mondani, hogy Jákob elmegy az útjára, amikor vége van a Szimchat Tórának. Hisz látszólagosan véget értek az őszi ünnepek, és úgy nagyjából az ünnepi ciklus valóban véget is ért, és szürke hétköznapok következnek erre. Azt mondják, bölcsénk, nem. Jákob még mindig nem ment el az útjára. Mikor megy Jákob az útjára? Amikor már Sábész Bereisisznek is vége lesz. Mikor lesz vége Sábész Bereisisznek? Amikor a szombat, ugye az a szombat, ami rögtön a Szimchát Tórát követő szombat, annak a vége van. Az a teremtés szombatja. És bölcsénk azt mondják, hogy az a szombat az, ahogy beállítjuk, ahogy az ember viseltetik azon a szombaton, úgy lesz az egész év, illetve úgy lesz az év előtt áll össze szombatja. Tehát tudnunk kell azt, hogy a Bereisit szombatja, az előttünk álló szombat, ez egy nagyon különleges szombat. Akkor elmondjuk az összes zsoltárt, megáldjuk az új hónapot, ilyenkor az emberek fábrengeneket tartanak, itt Magyarországon szokott tenni kinusztójra, idén is lesz ilyen tórai vitákkal, ilyen különböző érdekes tanulások állnak elő a zsinagógákban, a rabik egyik a másik előtt. Ez idén is lesz. És ez egy nagyon érdekes dolog. És erre azt mondják, hogy na jó, akkor amikor tényleg Sábész Bereisisznek vége van, a teremtés szombatjának, ahol is tudom, és az első heti szakaszt olvassuk fel a Tórából, annak vége van, akkor tényleg Jákob akkor elindul az útjára. Elnézést a krákogásért, ez még a Szimchát Tórai torokfájásból fakad. És akkor ez már egy hétköznap. Erre azt mondják bölcsénk, nem, még mindig nem. Miért? Mert ez még nem Hesván hava. Egészen addig, amíg Hesván nem köszöntött be a szürke hónap, a szürke hónapnak a szürke hétköznapjai, szürke hétköznapoknak a szürke reggelei, délutánjai, akkor azért mindig nem lehet, azt mondani, hogy Jákob elhagyott minket. Miért? Mert Jákob még mindig itt van velünk. Jákob még nem ment el az útjára. A bölcsek azt mondják, hogy amikor a Sábesz Noyach, amikor a Noé heti szakasz szombatjának a vége van, és az már minden esetben is mindig Hesván havára kell, hogy essen, akkor tényleg Jákob elindul az útjára. Az a pillanat, amikor tényleg minden zsidó egy kicsit magába szól, és azt mondja, opá, tényleg innen már nincs visszatérés. Még mindig lehetett húzni az időt Jom Kipur után, ott volt Szukes, még mindig ott volt Sábész Bereisis, még mindig itt volt Sábész Noyach. De ez Sábát Noé szombatja után tényleg egy szürke hétköznap következik. Most az ember tudni kell azt, hogy ezeket a bizonyos csomagokat, ezeket a nüanszokat az életéből magával kell, ugye? És szépen lassan ezekből a bőrönnökből, amit magával visz, tulajdonképpen a példa így hozza. A tisztíti havából ezeket ki kell, hogy csomagolja, és ezeket az élményeket magával kell, hogy vigye erre a hónapra, és az azt megelőző hónapokra is. Nagyon szép példa, mesélik azt, hogy amikor valaki elmegy a Rebbi Márás, a negyedik Lubavitcsi Rebbe példázta ezt így, hogy amikor valaki elment a Lipcsei vásárba, a Lipcsei vásár az a zsidó misztikában, a haszid filozófiában, de még a egyszerű történetekben is egy állandóan visszatérő momentum, Lipcsei vásár. Ki az, aki ne állott volna a Lipcsei vásárról? A Lipcsei vásárról volt híres, hogy ott mindig nagyon-nagyon sok zsidó jelent meg, adtak, vettek, olcsón, drágán, bizniszeltek, és ebben a Lipcsei vásárban, meséli a Rebbe Márás,
Mindig az volt, hogy elmentek, olcsón megvették az árut, és utána próbáltak vele kereskedni. Ám voltak olyan időpontok, amikor olyan időszakok, amikor tényleg elmentek a Lipcsei vásárba, és hitelre kapták meg, hitelre vették meg, hitelre kapták meg azokat az árucikkeket, amiket ők akartak. Ki mit? Miért kapták meg hitelre? Azért, mert a tulajdonosok, az árusok tudták, hogy ezek az emberek úgyis vissza fognak térni, csak kell nekik egy kis idő, hogy azt a szchorát, az árucikkeket, az árut, azt vigyék magukkal, azzal tudjanak kereskedni, abból valamilyen szinten gazdagodjanak fel, emelkedjenek fel egy kicsit, és majd utána hozzák vissza a pénzt, és akkor vissza fogják adni. És ezért tudták azt, hogy hitelben lehet tőlük vinni, és hitelben oda is adták. És a Rebbe meséli azt, a negyedik Rebbe, hogy egy alkalommal volt úgy, hogy jöttek egyszerű zsidók, és nem csak azt kérték, hogy hitelben adják nekik oda, hanem azt is kérték az árustól, hogy még a drótot, vagy a szallagot, amivel az árut össze lehet kötni, még azt is ingyen adják nekik oda. Erre azt mondta a Rebbe már rá, erre már az árusok azt mondták, hogy nem. Miért nem? Mert tudni kell azt, hogyha magunkkal viszünk egy pár ilyen ajándékot a Tisri havából, és tényleg ezeket az árut magunkkal visszük a szürke hétköznapokba, amit mi kiérdemeltünk, amiért mi imádkoztunk, akkor az emberek tudni kell azt, hogy ezek mindig ott kell, hogy legyenek vele. De az, hogy ő azt a szallagot is még elkéri, azt is még hitelbe kéri, hogy nincs. Tehát valamilyen szinten az ember gondolatja az, hogy tényleg nem tudja kicsomagolni ezeket az árukat, a csomagot. De azt tudnia kell, hogy ilyen nincs. Azt tudnia kell, hogy ezeket az árukat, amiért egyszer kiharcolt, az tulajdonképpen az övé. És tudnia kell azt is, hogy mindig, hogy éppen az életének milyen pontjához kösse, és ezért mondja a Rebbe azt, ezért mondjuk azt, hogy kell, hogy tudjuk azt, hogy a szalag az a miénk. Azt nekünk kell, hogy összekössük. A szalagot azt nem kapjuk ingyen. A zárót odaadják hitelbe, de a szalagot azt nem. A szalagért mindenki dolgozzon meg maga. A kötélér, amivel össze lehet kötni, legyen meg a sájhusz. Legyen meg az, hogy nem az ember nem mondhatja azt, hogy se bőröndöm nincsen, se élményeim nincsenek, de még egy mozzanat sem maradt meg a Tisri havából. Legalább egy apró dolog maradjon meg, amivel össze lehet kötni ezt a sok jó dolgot, amit magunkkal vittünk a Tisri havából. És ugye ez van Erev Tov Izsák Micva. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a haszidoknak, ugye a haszid tanítás szerint, hogy az embernek nem csak a bőröndöt kell, hogy magával vigye Tisri havára, hanem a szalagot is, vagy a kötöző drótot is. Nagyon-nagyon fontos tudni. A kérdés az, hogy Berési szombatján még milyen érdekes szokások vannak, és azon túl, hogy ilyenkor van fábrengerénk, szoktak az emberek, nagyon sokan elmondják az oltárokat, van egy nagyon érdekes micva. Ezen a szombaton szokták eladni a nagyobb közösségekben az összes az évi micvát. Nem tudom, tudtátok-e? Jó, attól függ, hogy hol, milyen közösség, ez egy jesiva, ez egy nagy tanház, ez egy nagy zsinagóga, attól függ, hol, mikor. De van nagyon szép szokás, és egy nagy, egyben halakus kérés is, hogy Sábesz Vörésiszkor hogy lehet eladni az előttünk álló évnek a micváit? Mire gondolok? Ugye tudjátok azt, hogy vannak olyan különleges pillanatai az évnek, amikor is az aliákat például, a tórai járulást, feljárulást, vagy elő, vagy felmenetelt, azt nem ingyen adják, ugye Magyarországon lehet, hogy elszoktunk hozzá, ugyanis vagy nincs, aki fizessen érte, vagy nem tudnak érte fizetni, vagy nem akarnak érte fizetni. Nem mondom, nincs, mert van, de azért nem olyan szinten, mint például a külföldön, például vagy az ember Izraelben, vagy Amerikában látja. Én emlékszem arra, hogy Izraelben, de ugyanúgy Amerikában is, a hétköznapi, sima hétköznapi aliákat is eladják. Hiába van, úgyhogy csak 10 sékel ér. De akkor gyorsan van egy tóraolvasás, tényleg egy minnyenzár rész, egy gyors minnyen, de arra mindig van idő, hogy a zsinagóga javára eladják az aliát, az elsőt, a másodikat és a harmadikat hétközben. Jó, mert jár, majd, kívek az emberek, első volt, zvájtam, mondja, tízsékel, első volt, először, másodszor, valamit, és akkor lehet, hogy tízsékelé fog elkelni az alia, de tízsékelé lelked. Most Sábesz Vörésiszkor az még egy kérdés, hogy hétköznapon hogy lehet ez még értető, hogy hétköznapon szabad bizniszelni. Szombaton hogy lehet ilyet csinálni? De ez nem csak a kérdés. A kérdés az, hogy miért pont szombaton adnánk el, miért pont Börésit napján, Börésit szombatján adnánk el az előző évi, annak az évnek a micváit. Mik ezek a micvák? Például Szichasza Iron, a Tóra szekrény, a Fritz szekrény kinyitása a Neila imájánál, Jom Kipuri. Tehát már
11 hónappal, majdnem 11 hónappal a Rosh Hashanah, vagy a Jom Kippur előtt, sőt, 11 hónappal eladják a Jom Kippuri aliát. Ráadásul szombaton. Milyen dolog ez? Szombaton bizniszelni. Erre mindjárt visszatérek a biznisz részére. Aztán eladják a Jojna, vagy a Maftir Jonát. Hozzáteszem, hogy példának okáért vannak olyan közösségek, ahol ez nem tízségre, hanem mondjuk félmillió dollárért megy el. Tehát a tóraszekrény kinyitása, azt tudja, azt a soha nem kezdődhet 100 000 dollárt, de van úgy, hogy elmegy $500,000, sőt, ha jól nem hiszem, aztán Miami-ben volt egy sinagóga, ahol aztán majdnem $1,000,000 adták el a tóraszekrény kinyitásának a jogát. Szép dolog. És egy jó de ilyenkor a sábélés és szombatján vannak, akik ezt eladják, van, akik eladják, hogy a Simchat Torah egy tóranyítást, vagy a fritzekrény kinyitását, és hasonló dolgokat. Maga az a kérdés, hogy honnan lehet, miért szabad szombaton Mechirá Pumbit ugye licitelni a különböző micvákra, és azt szokták mondani, hogy a bölcsek, azt hiszem a Márilnak a responzum könyvében van írva, azt szokták mondani, hogy azáltal, hogy az ember nem egy hétköznapi áron adja, hanem próbálja felstufolni az árat, ezáltal mutatja azt, hogy a zsinagógának milyen fontos a zsinagóga javára gyűjteni, és milyen fontosak a micvák. És ez a héter ilhati, ez az engedmény arra tulajdonképpen, hogy az ember szombat napján licitáljon valamire. Amúgy ez nem azt jelenti, hogy akkor most kimegyek az utcára. Az, hogy két ember azon vitatkozik, hogy mennyire vegyenek meg egy Ferrarit, és akkor én oda megyek zsidóként harmadik, láttam a zsinagógával, hogy szabad licitálni a Tóra könyvére, illetve a szekrény kinyitására, akkor biztos az autóra is lehet, mert arra nem lehet, mert csak micvára lehet, és jelen esetben is csak a különböző előírások, illetve a különböző micváknak a megvételére, de az bizonyos, de annyi bizonyos, hogy ha tényleg ez micváról van szó, akkor ez a dolog, ez megengedett. Amúgy lehet, hogy felmerül a kérdés a fejetekben, hogy igaz, hogy írják fel, hogy ki vette meg, és kivel ki nem. Erre vannak mindenféle megoldások vannak. Vannak, akik ilyen korongokat tesznek az emberek neveihez, és akkor megfordítja a korongot, és azt jelenti, hogy ő megvette meg. Van, ahol hallottam egyszer, hogy eszem cipőfűzőt tesznek oda az ember nevéhez, hogy lássák, hogy akkor ő vette meg, és mennyire vette meg. Vannak, én láttam Bécsben, zsinagógában legyártott kártyák vannak, és az illető neve mellé oda van írva, hogy van egy ilyen 50 eurós kártya, és oda teszik mellé, hogy mennyire vette meg. Azért, hogy a gábály, a templom előjáró ne felejts el, hogy kinek kell fizetni 50 eurót. Amúgy ezek pont a múltkor említettem itt a zsinagógában, hogy megint csak nagyobb közösségekben ugye a helyeket el szokták adni. Magyarországon is volt ilyen, van is ilyen. Aztán van úgy, hogy a templom javára, aki adományozik a tóra olvasásnál, akkor azokat, egy nagyon fontos dolog, hogy azokat az ember fizesse ki. A bölcsek azt mondják, hogy dif lolleté, lolleselem, hogy jobb az, hogyha az ember nem adakozik, vagy nem mond adomány összeget, vagy nem mond adományt a tóra előtt, mint ott sem, hogyha annál sokkal jobb, mint hogyha az ember mondaná valamit, és nem tartaná be. Az egy nagyon veszélyes dolog. A kabalában tudni kell, azt van két olyan dolog, én azt gondolom, hogy ez két nagyon fontos dolog, amit tudni kell. Az igaz az, hogy az ember, hogyha valamit felajánl a zsinagógának, főleg a tóra környezetében, akkor kiveszik a tórát, és ott van a tóra, elhívták, és ott a tóra mellett is valamit ígér. Most nem menjünk bele, hogy azt mondja, hogy blinéder, vagy fogadalom nélkül szó, az segít-e, vagy nem, valami biztos segít, hogy az ember komolyan gondolja, de hogyha valamit az ember ígér, akkor az mindenféleképpen próbálja meg kifizetni, és azt adja oda. Ez egy nagyon fontos. A kabalában nagyon intő szavak vannak írva arról, hogyha valaki felajánl valamit, és azt nem teljesíti. Egy másik dolog nem ide tartozik, csak szárójelben mondom, hogy amikor misebeneket szoktunk mondani a betegeknek, hogy csak olyan szokás a tóra lehet megemlíteni, akik valóban megfázással bírnak, és nem csak egyszerű torokások vagy elzsibadt a lábuk, hanem tényleg Isten ments, haszasolom, komolyabb betegségük van. Mert a kabala azt mondja, az ember, akit megemlítünk, hogy gyógyuljon meg, gyógyulásért imádkozunk a tóra mellett is, hogy valóban nem volt igazán beteg, haszfassalom, Isten ments, hogy tényleg ne legyen, akkor ennek az embernek ez beteggé teheti ez a dolog, hogyha őt refuát kérünk rá, hogyha gyógyulást kérünk rá, és valóban nem volt beteg. Erre csak
érdekességképpen mondom, hogy ezt jó vigyázni. Szóval ilyenkor Sábez Bereshitkor eladják az összes micvát. Aztán például a Rebénél volt, hogy a fáberegének közepette, volt olyan, hogy egy ilyen strájmiba, strájmit vett fel az illető, aki eladta a micvákat, a gábály, és mondott egy lehájmot, mondott egy vártórát, vagy a Rebe, vagy ő, és utána kezdett ennek az eladás, és elég komoly összegekre elmentek. Ugye még egyszer, ez nem magánhaszon, vagy ez nem saját haszna lesz valakinek, hanem ez a zsinagóga javára megy, és ez egy micva. Tehát, hogy a tahzukát, a zsinagóga, a Bétek Neszed, a zsinagóga fenntartása, annak a takarítása, annak a rendben tartása, a felújítása, kifestése, hasonló dolog, az micva is, ez nagyon fontos dolog. Remélem én is, hogy nem fog félbe szakadni. Ha félbe szakad, akkor írjatok egy privát messenger üzenetet. Kérlek titeket. Szóval ez a Sábez Bereshitnek a szokása. Aztán még milyen, ugye az nagyon fontos, hogy az ember tényleg ilyenkor tegyen ki magára ezen a szombaton, és ezáltal mutassa a teremtőnek, hogy tényleg egy jó és egy különleges évre készül. Szóval már ennyit tartottam fontosnak megtartani, vagy megosztani önökkel veletek, hogy foglaljuk azt, hogy miről tanultunk. Arról tanultunk, hogy az embernek nagyon fontos, hogy az ünnepi ciklus után legalább az a hajusz, az az éltető erő, legalább a fele megmaradjon, amit volt velünk, ugye amikor a hétköznap, ugye a ünnepi napok vannak, akkor eleve az isteni attribútum egy teljesen más mi voltjában jelenik meg a fizikális alantos világunkban, és ezért sokkal különlegesebb átélni ezeket a napokat. Az emberem majd hogy nem úrra lesz a szentség, és ez tényleg így van, hogy az ember kicsit elgondolkodik ezen, és akkor valami szinten át is érezheti ezt. És ilyenkor nehéz a szürke hétköznapokban menni, de arról volt szó, arról tanultunk, hogy Jákov alakle darké, Jákov ősapánk elindul az útján, és ebből csinkára azt mondják, hogy ennek vannak különböző szintjei, négy szintet különböztettük meg, és ennek a tanításnak a lényege ennek a mondásnak a lényeg az, hogy az ember a szürke hétköznapokban magával tudjon vinni isteni energiát, amivel felvértezte saját magát, mivel meg lett áldva az ünnepi ciklus idején. Aztán beszéltünk a Sábez Bereshitnek a szokásairól, a micvák eladásáról, és arról is beszéltünk, hogy a szchachal, illetve a citrommal, a citrus gyümölcsével mit lehet ilyenkor, mit kell csinálni az ünnep vége után. Mindenkinek kívánok akkor egy különleges hetet, egy jó hetet, egy jó Sábez Bereshit, egy különleges szombati Bereshit szombatot, és egy jó évet, elkezdődött az új év, kívánom azt mindenkinek, hogy vigye magával a kis csomagokat, amit szerzett, és ezeket szépen lassan bontogassa ki, és ebből legyen egy különleges ereje a teremtőt szolgálni. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek jó éjszakát!